Miután az MLS az NBA-től lefelé befejezetté nyilvánította a bajnokságokat, a csapatok helyzetüktől függően örültek vagy bosszankodtak a döntés miatt. Az NB3-as jényű alig, hanem az utóbbi kategóriába tartozott, mivel az Imrő László Fiumei Viktor által irányított együttesnek mindössze egy bajnoki meccs jutott tavasszal, ráadásul kapacináiknak jó esélyük volt arra, hogy a folytatásban odaérjenek az első három hely valamelyikére. Egy jó formában lévő csapat voltunk, akik utolsó meccsüket ugye meg tudtuk nyerni, és mindenképp arra számítottunk, igaz, hogy ez a negyedik hely egy szép eredménynek mondható, de azt gondolom, hogy több is lett volna a csapatban az idén, és egyénileg is azt gondolom, hogy még egy még jobb szezon tudtam volna nyújtani, ezáltal sajnos ez megviselte egy kicsit a csapatot. Jelenleg edzünk, a májusban biztos, hogy végigedzük a hónapot, aztán majd a továbbiakban meg látjuk, hogy mikor fog kezdődni a következő szezon, és hogy arra a felkészülés mikor tudjuk elkezdeni. A támadó középpályás a bajnokságban 11 alkalommal vette be az ellenfél kapuját, és ezzel a második helyen állt a csoport gólövő listáján. Ha reálisan nézem, akkor a gólkirályi cím azért az már egy kicsit messzebb került tőlem. Ugye az első helyen lévő srác, ha jól tudom, 7 góllal vezeti a gólövő listán. Nem is ez bánt a legjobban, hanem inkább mondom még egyszer az, hogy a csapat szinten tudtunk volna szerintem előrébb lépni, és természetesen egyénileg is azért bíztam benne, hogy volt egy célkitűzésem, hogy 15 gól felett szeretnék végezni a bajnokságban, de sajnos most így azáltal nem sikerült, de nem vagyunk elkeseredve, mindenképp a csapat együtt marad, és remélem, hogy jövőre egy szép szezon tudunk létrehozni azáltal, hogy a csapat együtt marad, és az erősségeinket megtartva, a hibáinkat kijavítva, új erővel neki futhatunk a bajnokságnak. A korábban a Honvéd, a Kisvárda, a Sopron, a Sorossár és a Moson-Magyaróvár csapatában is szereplő labdarúgó Sényünk képzeli el a folytatást, de nem zárja ki a váltás lehetőségét sem. Fociba tervezni előre nem nagyon lehet, itt napról napra változhatnak a dolgok. A jelen állás szerint úgy tervezem, hogy maradok, nincsen még megkeresésem. Nyilván, hogyha olyan ajánlat lesz, ami megfontolandó, azt a vezetőséggel, a Sényei vezetőséggel egyeztetve elgondolkodom rajta, aztán meglátjuk a folytatás, hogy mit hoz a jövő.